minden róla szól. És ez nagyon helyes, hogy róla szól, hiszen ő kerül abba a pillanatban a darab középpontjába. Nyilván azt én mondom, mint rendező, hogyha addig ezek a többi ember nem építette volna úgy fel, és nem játszotta volna úgy el, akkor az eper nem születik meg a tejszínhab. Vagy a közönség már alig várja, hogy jöjjön a kis eper. Igen, de mégis azt mondom, hogy mire ő bejön, és mire a konfliktus megszületik körülötte, hogy befekszik a Zsuzsika helyett az ágyba, és várja a Zsoltit, vagy a Dániel Gabit, hogy betérjen hozzá, addig már a néző az... legalábbis az elmúlt 4 nap reakciójából ítélve fetreng, úgyhogy onnantól kezdve már pedig csak az történik, hogy önkívületében röhög azon, hogy a Zsuzsika miket tud, és miket mer, és miket akar megcsinálni. Ez nagyon fontos. De én azt hiszem, és ebben ez a faktatik, hogy milyen erőszínész gárda van az operedben, hogyha ezt, nyilván oka van, hogy ezt a szerepet, amit Leos Kicsra játszik, nem az Oswald Marika játsza. Biztos ennek valami oka van. De ha most ő játszotta volna, akkor róla tudnátok elmondani pontosan ugyanezt. Természetesen. Természetesen. Egyébként mi dönt ilyenkor, ez engem tényleg érdekelne, hogy egy rendező, akinek gondolom teljesen szabad keze van. Van egy szerep, jó, hát néha nyilván az igazgató beleszól. De tételezzük fel, hogy az van. Akkor mi dönt abba, hogy most azt mondom, hogy Lehocki, vagy azt mondom, hogy Oswald Marika? Elmondom, nekem a Lehockival ez a harmadik munkám. Tehát a Lili Báronőben tulajdonképpen ő tanított engem ennek a műfajnak a fogásaira. És ő engem ott nagyon megszeretett, én meg hát imádom őt. És onnantól kezdve én úgy érzem magam biztonságban, ha ő ott van mellettem. És hogyha egy szerep lehetőség van, amelyet oda lehet adni, én minden további nélkül neki adom azért, mert biztonságban érzem magam mellette. Ha ő azt mondja valamire, hogy ahogy mondta a bemutatón, hogy ezt megcsináltad, akkor azt érzem, hogy nincs miért, egyrészt nincs miért hazudjon, másrészt nincs miért ezt mondja, ha nem így érzi, és akkor jól érzem, igen, hogy biztonság. Igen, mert ha nem így érzi, nem mondaná semmit, fölmenne az öltözőbe, igen, és ülne, de hát erre ezt mondta, és hogyha ott ül a nézőtéren, és azt mondja, hogy figyelj, amikor az ott kimegy, akkor szóljál már neki, hogy ott nézni, akkor azt érzem, hogy ott, tehát ez a biztonság, Lehocki nekem a biztonság. És ő általában rajtad keresztül üzen a többinek, vagy megmondja neked, így? Biztos, hogy megmondja így is, de alapvetően szokott nekem abban nagyon sokat segíteni, hogy ezt ne csináljam, az nem jó. Nálunk nem megy. Tehát a tapasztalat. És akkor rögtön azt mondod, hogy már el is dobva, vagy néha? Néha összevitatkozunk, és akkor megpróbál meggyőzni, hogy ennyit még szabad, vagy nem szabad, de általában igaza van sajnos. No, hát azt hiszem, hogy... Szóval most azt akartam mondani, hogy nagyon sok sikert, meg minden jót kívánok nektek, de hát úgy néz ki, hogy a siker az adott, ez csak minden este újra kell éleszteni, ami nagyon-nagyon nehéz lehet, de hát nem operett. Még az operettről szóló beszélgetés sem igazi finálé nélkül. Tehát akik a fináléban benne vannak, kedves Károly, az egy, akkor őket hallgassuk, és azt hiszem, hogy a siker itt a kollégák között is garantálva lesz. A pénz király én az vagyok, mert rengeteg a pesetám. A brazilok, mint gazdagok, az én vagyonom vezetám. Hát mulatunk itt lakomám, mert van itt főcsák aranya. De jön egy hajó rakomány, a nagyobb része a pamot. Én tenyészetek gatóját, de bányáztatok kakaót. Hát ígyunk 3 napon át, de sose rosszat csak ajót. A rossz kett, hogyha lecsitunk, én pesgőfürdőt rendelek. Mert így mulat egy brazil úr, ha sok a pénze szerpele. A birtokom oly sokat hoz, mert jól terem a kaviár. Ha lazat hozom, az se rossz, és oly magas a napiár. Most azért vagyok Párizsban, hogy elverjek 1 milliót. Egy pompás napon már is van, hát csapunk nagy ribilliót. Gyere csak add azt az édes szát, fizet a jó brazil pénzes zsákó. A pénz király én az vagyok, mert rengeteg a pesetám. A brazilok, mint gazdagok, az én vagyonom vezetám. Hát kulatunk itt vakumán, mert van itt öcsák aranyom. De jön egy hajó rakomány, és abban még több van. Hurrá, 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 hurrá. A pénz nem számít, fütyülök rá. Hurrá, 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 hurrá. A pénz nem számít, fütyülök rá. A pénz király én az vagyok, mert rengeteg a pesetám. A brazilok, mint gazdagok, az én vagyonom vezetem. Hát mulatunk itt magumá, mert van itt öcsák aranyom. De jön egy hajó rakomány, és abban még több van. Hurrá, 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 hurrá.
hurrá, 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 a pénz nem számít, fütyülök rá. Hurrá, 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 a pénz nem számít, fütyülök rá.